Sőt, szellemben és igazságban tudjuk megközelíteni. És ebbe a dicsőségbe szükségünk van, hogy belépjünk, és a keneten, a kegyelmen keresztül tudunk bemenni. Mi is a kenet? A kenet Isten dicsősége. Szellemben tudjuk megérinteni Istent, és miért kell nekünk bemenni Istenhez? Nagyon fontos, hogy halljuk Isten szavát, egyrészt, hogy meg ne keményítsük a szívünket, másrészt pedig halljuk meg az ő akaratát a mi életünkre vonatkozóan. Szükségünk van arra, hogy minden nap elmenjünk Istenhez, és akár az Efézusi Levél 1.17 alapján a bölcsesség kijelentés szellemét kérjük tőle, hogy a megfelelő időben, a megfelelő helyen legyünk. Az sikeres ember, az a sikeres keresztény, aki meghallja a Szent Szellem hangját, és meg is cselekszi azt, mert a hit cselekedetek nélkül megholt. Szükségünk van arra, hogy Istentől útmutatást kapjunk. Istentől kaphatunk útmutatást a Szentíráson keresztül, látásokon, álmokon keresztül, proféciákon keresztül, belső bizonyosság által tud vezetni minket Isten, de a legcsodálatosabb dolog, amikor be tudunk menni az ő jelenlétébe. Ugye a 91-es Zsoltárok 1-es igé azt mondja, hogy a felséges rejtekében lakozom, és a mindenható árnyékában nyugszom. Tehát Isten megérinteni a Szent Szellemen keresztül, és a keneten, a dicsőségen keresztül tudjuk megérinteni. A kenet csodálatos dolog, a kenet maga a Szent Szellem ereje és jelenléte, a kenet maga Isten dicsősége, amely meg tud minket érinteni. Olajjal felkenettek, és a Föld Ura mellett állnak. Tehát látjuk ott, hogy egy hatalmas Zakariás könyvében, ha elolvassátok, látjuk ott, hogy egy hatalmas olajcsőn keresztül ömlik az olaj, árad. A 133-as Zsoltárokban, és ott van, hogy mi jó és mi gyönyörűséges, hogy együtt lakoznak az atyafiak, olyan az, mint Áron szakállán az olaj. Az olaj valójában jelképezi azt, hogy minden olajozottan megy az életünkbe. Mikor? Amikor egységbe vagyunk, szeretetbe vagyunk, Isten igéjében áradunk, és az Úr akaratába is Isten maga a szeretet. És Isten a kenetét odaadja, amikor azt mondja a 89-es Zsoltárokban Isten, hogy megtaláltam Dávidot, az én szolgámat, ugye, és a szent olajommal kentem fel. Amikor Isten megtalálta Dávidot, Sámuel proféta által, akkor olajjal kente fel. Az olaj, Istennek az olaja, a kenete, egy képesség arra, hogy meg tudjunk állni, akár az ellenséggel szembe, az ördög ravasságával szembe, hisz a tolvaj nem egyébért jön, lopjon, öljön és pusztítson. Nekünk minden nap a hitnek a szép és jó harcát meg kell harcoljuk. Tudjuk, hogy a Zsidólevél 11.1 azt mondja, hogy a hit a remélet dolgok valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. A Zsidólevél 11.6 azt mondja, hogy hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járó, annak hinnie kell, hogy ő létezik, azokat jutalmazza meg, akik őt keresik. Tehát Isten felkenetést ad Dávidnak. Azt mondja, a szent olajommal kentem fel. Az az olaj egy kenet. Ha megnézitek, amikor nyikorog egy ajtó vagy egy gép, meg szokták olajozni. Isten olaja, Isten kenete képesít minket bölcsességre, látásra, hallásra, és meg tudja nyitni a számunkra a csodálatos szellemvilágot. Tehát a kenetre nagyon nagy szükségünk van, hogy el tudjuk fogadni Istennek a dolgait. A kenet, Isten dicsősége, kinyissa Isten ajtaját előttünk, hogy többet legyünk, mint győztesek, hogy meghalljuk az Úr hangját, hogy meglássuk azt az utat, ahol járnunk kell, hogy jó szerencsés utunk legyen, és Istennek az útmutatásaiba tovább léphessünk. A
Kenneth feljogosít minket arra, hogy belépjünk Isten jelenlétébe, hisz elváltozunk dicsőségről dicsőségre, szellemből szellembe, és Isten imádatába lépünk be. Amikor elkezdjük az Úrral való járásunkat, akkor csak Isten vezet minket, mint most született csecsemők, a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozunk. Később hitről hitre, szintről szintre, dicsőségről dicsőségre lépünk be, és kinyílik nekünk Isten csodálatos országa. Ha megnézzük az Ezékiel folyóját, és ott azt látjuk, hogy Ezékiel először belépett a folyóba, de csak bokáig néhány keresztény megállít, és elegendő neki ez. És amikor megállunk egy kis piciri vízben, akkor nem tudunk előre haladni. Ezékiel tovább ment, és először ugye a térdéig ért, majd ugye a hasáig, és végül elkezdett úszni. És minél beljebb ment ebbe a csodálatos folyóba, ez a Szent Szellem folyóját jelképezi, minél tovább ment ebbe a csodálatos folyóba, annál több látást kapott, és amikor elkezdett úszni a folyóba, akkor kitárult előtte az egész út, és látta a fákat, és ugye látta maga előtt az utat, és ebben úszott a Szent Szellem hatalmas folyójában. A Szent Szellem biztosítja nekünk a kenethez a forrást, és ez olajozottságot ad mindannyiunk életébe. Tehát nagyon nagy szükségünk van a mindennapi étharcban, amikor a tolvaj nem egyébért jön, lopjon, őjön és pusztítson. De ugye tudjuk a János 10:10 második része azt mondja, hogy Jézus azért jött, hogy életünk legyen, hogy bővölködjünk. Isten ki tudja nyitni nekünk ezt az ajtót a Szent Szellem által, amikor mi hitharcokban vagyunk, és hitpróbákban vagyunk. Istenhez megyünk el erőért, természetfeletti erőért, természetfeletti védelemért, és a csodálatos kenetért, ahol megkapjuk az erő, az egy kenetnek egy formája is, a Szent Szellem ereje. Mert feljogosít minket arra, hogy meg tudjunk állni minden helyzetben, minden körülményben, akármilyen kilátástalan is a helyzetünk. Úgy kell elképzelnünk, hogy Istent keressük, és szükségünk van erre a természetfeletti védelemre, természetfeletti erőre. Isten nekünk adta a hatalmat, hogy kígyónos skorpiont tapossunk, és az ellenség minden erején, mert néki adatot minden hatalom menjen és földön. Tudjuk, hogy legyőzte a fejedelemségeket, hatalmasságokat, és az élet sötétségének a világbíróit. És ezt a hatalmat a tanítványokra átruházta. Ezzel a hatalommal mi rendelkezünk. De néhány keresztény a hitpróbákban, amikor sötétnek lát minden, megijed, megfélemlik. Tehát Isten nem a félelem szellemét adta, az erő, a szeretet, a józanság szellemét mindannyiunknak. Tehát Isten arra buzdít és bátorít minket, hogy keressük őt a legsötétebb időben is. És a sötétségnek el kell mozdulnia előttünk. Isten dicsősége el tudja mozdítani azt előlünk, ami akadályoz és gátol, hogy Istenhez belépjünk, hogy a kenetért elmenjünk, az erőért, a természet feletti védelemért, és megtudhassuk, hogy mi Isten akarata az életünkben. Tudd, hogy Isten akarata az életedben, benne van az üdvösségben, a megváltás, a gyógyulás, a bővölködés, az áldás a mindennapokban. Isten egy áldó Isten, és Isten nem vesz el tőled semmit. Isten adni akar nekünk, hisz minden jó adomány és tökéletes ajándék felülről az igazság atyától száll alá, akire nincs változás vagy változásnak árnyéka. Jakab 1.17-ben van. Tehát Istentől nem jöhetnek a te kísértéseid és a te hitpróbáid. Természetesen kapunk üldözést a mindennapokban, ez a szolgálatban benne van, de nincs aki. Száz annyit ne kapna vissza, fitestvért, nőtestvért, ugye is benne van az üldözéseket. Száz annyit visszakapunk, bármit is elvesztettünk, vagy bármit is letettünk. Ez benne van a pakliba, de a mindennapi életben a keresztények, amikor megnyissák magukat,
bizonyos hitpróbába belépnek. Mivel tudod megnyitni magad, amikor hiányok vannak a itt életünkben? A hiányok hogyan keletkeznek? Mindig egy szükség jön az életünkbe. És a szükség mindig egy hiányban tornyosul. Milyen hiány lehet? Békesség hiány, boldogság hiány, pénz hiány, egészség hiány, szeretet hiány. Isten odaadta a szeretetet. Isten odaadta a békességet. A szellem gyümölcsei a szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Tehát ezekben növekedni kell a keresztény életünkben. Igen, de hogy fejlődni tudjunk, Istent keresnünk kell. És ez a folytonos keresés, ahogy keressük őt szüntelen, ahogy vigyázunk és építsük a házasságunkat, és mindig elmegyünk, aki szeretetért, ugye, és adunk, és kapunk, akár a házasságunkba, ugyanúgy Istent keressük. És ebben a kenetben, ahogy őt megtaláljuk, ő egyre többet és többet tud adni nekünk. Az elején én sem voltam ilyen magabiztos, és nem tudtam, hogy hogyan keressem Istent. És egy gyakorlati példával szeretném nektek bebizonyítani, hogy hogyan is kerestem Istent. Itt vagyok én, itt voltam. Van egy Istenhez vezető út, amely keskeny, útszoros az ösvény. Ezt talán azt mondanám, és van az Atyám és a Fiú, az ő jobbján. És talán azzal bizonyítanám, hogy ez az út talán legyen egy híd, és én itt állok, és be akarok menni az Atya jelenlétébe. De Isten azt mondja, hogy csak tisztán mehetek be hozzá, és szentek legyetek, mert én szent vagyok, mondja az Úr. A bűnnel nem tudunk bemenni az Úrhoz, csak tisztán. Ezért, ahogy a Judás 20-ban is benne van, hogy levetjük azt a ruhát utálkozva, eldobva, a test ruháját. A test nem mehet be Isten jelenlétébe. Csak szellemben tudjuk őt megközelíteni. Amikor én itt állok és be akarok menni Isten jelenlétébe, akkor nekem a testiségemet le kell vetnem. Mert az Istennek nem tetsző, ő csak szentségben és igazságban tudom megközelíteni. A testi valomban itt vannak az érzelmeim, itt van a szívem, itt vannak benne a sérülések, itt vannak benne akár megbocsájtatlanság, kétség, félelem, aggodalom, itt vannak a hiányok, mi lesz, ha, ugye? És ezek mind akadályok ahhoz, hogy be tudjak lépni oda abba a szentségbe, abba a tisztaságba és abba a dicsőségbe. Tehát ahhoz, hogy Istenhez el tudjak jutni, ahhoz nekem itt meg kell állni, és le kell vetnem mindazt. Naponta a halál révén kell megálljak, halálba kell adjam a testem. Nem halok meg, de halálba kell adnom az érzelmeimet, a testi dolgaimat, a látásomat, a haragomat, a viszályomat, a gondjaimat, a bajaimat. És Istenhez, amikor átmegyek azon a hiton, azon a hiton piszkos szívvel nem lehet bemenni. Tehát a hidon végig kell mennem. De mielőtt én Isten jelenlétébe belépek, oda tisztán, szellemben, az ő dicsőségébe úgy tudok belépni, hogy tiszta vagyok én is. Tehát nyitott szívvel a hitnek a teljességével. Ott kell hagynom a gondjaimat, a problémáimat. Mert Isten szent, Isten tiszta, és ő csak szentségbe és tisztaságba tudjuk meglátogatni. Ha megnézitek az Ószövetségben, a pappoknak a bokájára, akkor bementek a mennyei szentek szentélyébe, rákötöttek csengőket és a derekukra. Miért? Mert ha valami szeplő vagy csömörközés volt a papnak az életébe, akkor otthon jött össze és meghalt. Isten dicsőségébe tisztátalan dolog nem mehet be, nem illetett. Tehát nem tudunk belépni ebbe a csodálatos jelenlétbe. Nem tudjuk a kenetet elvenni, amire nekünk nagy szükségünk van. Mert a kenetben ott van Isten dicsősége, ott van az olaj, az olajozottság, és ott van az Atyánknak a bölcsessége, az útmutatása, amit el tudunk nála venni. Amikor mi elkötelezzük magunkat, hogy be akarunk lépni Isten jelenlétébe, akkor nekünk előbb meg kell állni.
és azokat a dolgokat, amelyek lehúsznak, akadályoznak, mert az ördög ugye akadályoz téged és engem, a tolvaj nem egyébként lopjon, őjön és pusztítson, megbetegíti a testedet, rádrak italozást, narkózást, viszálykodást, kétséget, félelmet, aggodalom, félelem, aggodalom, bűn, ugye, Isten szemébe. És hát ugye a megbocsájtatlanság kizár Isten királyságából, legalábbis egy időre. Tehát nem tudunk bemenni, nem tudunk végigmenni. Ott van a hit közöttünk, a test és a szellem között, az ember és az Isten között. Nem tudjuk Isten dicsőséget megközelíteni a testiségünkkel. Mert a testnek vannak kívánságai. Ha ezt meg tudjuk öldökölni, és ez a szellemünkkel. Mert a szellem a test ellen, a test pedig a szellem ellen törekszik. Ha ezt meg tudjuk állítani az életünkbe, és kívánjuk Istennek a csodálatos jelenlétét, és kívánjuk azt a kenetet, amely az ő dicsőségét jelképezi, amelyben el van rejtve Istennek a talentuma, el van rejtve a mi életünk, el van rejtve a mi győzelmünk, el tudjuk venni. Bár az ige garantálja, hogy mi többek vagyunk, mint győztesek. De csak mikor tudjuk megközelíteni, mikor tudjuk elvenni, mikor válik ez a mi részünké? Ha hitben vagyunk, Isten a hit Isten, mindent a hit által tudjuk elvenni. Gondold át, mi az az életedben, ami akadályoz és kátor téged ma, hogy Isten dicsőségébe be tudjál menni, hogy ragyogjál, hogy úgy legyél, mint Mózes, 40 napig fönt volt a hegyen. Gondoljátok el, neki tisztán kellett oda felmenni. Tisztán a szíve tiszta volt, és Isten dicsőségét lehozta az embereknek. Bár az emberek nem tudták ezt élvezni, mert a dicsőség, Isten dicsősége felfed minden szeplő csömörgözést és bűnt. Le kellett takarja az arcát. Hát nem hiszem, hogy mi most ekkora dicsőséget kapnánk az Úrtól, bár minden lehetséges a hívőnek, de amikor Isten jelenlétébe bemegyünk, segítségért, kenetért, és egyébért, akkor onnan jó adománnyal és tökéletes ajándékkal fogunk kijönni, és győzelemmel, és útmutatásokkal. Tehát elmegyünk hozzá, de csak akkor tudunk belépni abba a szentségbe és jelenlétbe, ha mi tiszták vagyunk. Mert azt a ruhát, a testit, nem ezt, ami rajtad van, a fizikális ruhát. Mert bizony a testünknek a dolgai, azt ott kell hagyni, mielőtt Isten jelenlétébe belépnénk. Miért? Mert Isten emésztő tűz. És be sem juthatunk, hozzá sem közelíthetünk, ha ugye nem vetjük le ezeket a dolgokat. Ezért mondja Isten, hogy dicsőségről dicsőségre, hitről hitre, szintről szintre változtat el. Ugye 1 Korintus 3.18-as igevers, ha jól tudom, ezt mondja. Tehát elváltozunk dicsőségről dicsőségre. Ez a változás nagy, jelentős eredményeket fog hozni mindannyiunk életébe. Mert meg fogjuk ismerni Istent, és ez nem egyszerre fog történni. Hitről hitre, szintről szintre. Tehát Isten, és ugye az Isten megközelítésébe, hogy közeledünk hozzá, egyre többet és többet levetünk a testi valónkból. Mert nem gyerekkorunk óta, vagy bizonyos korban kezdted az igét tanulni. És ahol a pillanatban, ahogy mi keressük Istent, keressük az ő igazságát, az igén keresztül megkapjuk a választ, Isten meg tudja mutatni, hogy milyennél kell váljunk, ahhoz, hogy hozzá közelítsünk. Tudjuk, hogy Ádám és Éva az Édenkertből kivetetett. Már Isten nem vállalt fel velük közösséget, abban a pillanatban, hogy bűnbe estek, meg félemlettek. És Isten már nem fogadta, nem vállalt fel közösséget. Tehát mi sem tudunk belépni az ő jelenlétébe, csak akkor, ha tiszták és vethetetlenek vagyunk. Hát ez senki sem tökéletes, de igenis el tudunk változni dicsőségről dicsőségre.
Isten mindig mutat nekünk egy kicsivel többet. A teljes egészet nem kapjuk meg egyszerre. De az ő jelenlétében, amikor be tudunk oda már jutni, amikor levetettük azt, amit ugye le kell vetnünk, és átmegyünk azon a hídon, mondhatom, én ezt most egy hídnek nevezem, Isten és ember közötti utat, mert keskeny az út és szoros az ösvény, és amikor átmegyünk, és az atyánk jelenlétébe megyünk, ahol a fiú van, akkor ott a dicsőségben meg tudunk fürödni, kijelentést tudunk kapni, akár gyógyulást tudunk kapni, útmutatót tudunk kapni a fájdalmainkra, a nehézségeinkre, tehát Isten meg tud változtatni minket. Tehát ahhoz, hogy be tudjunk lépni, mondanád, hogy hát olyan szent sosem leszek. Isten nem is így várja ezt el tőlünk, hogy teljesen szenté váljunk, ha Isten arra várna mindig, hogy tökéletessé váljunk, és csak akkor közelíthetünk hozzá. Isten azért dolgozta ki a megváltás tervét. Azért van a fiú, a közbenjárónk, a szószólónk. Azért van a csodálatos ige, a kétélű éles kard, hogy Isten jelenlétébe be tudjunk kerülni. Hogyan tudunk bekerülni? Imádsággal és az ige kimondásával. És ahogy belenézünk az igének a tükrébe, akkor fogjuk látni, hogy mi az, ami elválaszt minket Istentől. Mi az, ami elválaszt Istentől jelen pillanatban? Mi választhat el? Hát akár egy megbocsájtatlanság, egy szeretetlenség. Ki tud minket zárni ebből a dicsőségből, ebből a csodálatos kenetből? Tehát nem azt mondom, hogy a nap 24 órájában és éveken keresztül minden nap tökéletesek tudunk maradni. Ez nem igaz, mert Jézus volt csak tökéletes. De az ő jelenlétét keresed, és ővele akarsz kontaktust, akkor igenis ezeket az ordító hibák, amik akadályoznak, ezeket le kell vessük. Az aggodalmaink, a félelmeink, a kétség, a testnek a kicsapongásai. Néhányan nagyon sok mindennel küzdködnek, testi dolgokkal. És amíg a testi dolgokra koncentrálunk, és a hiányainkon gondolkodunk, addig nem tudunk belépni oda. Istent, ahogy mondtam, szellemben és igazságban tudjuk megközelíteni. Tehát szellemivé kell, hogy váljon. Keresnünk kell az Úr arcát, és ő felken minket. A felkenetés azt jelenti, hogy ad nekünk bölcsességet, kijelentést. Ahogy mondtam az elején, nem egészet, csak részeket ad. Részeket mutat meg. Minél többet be tudunk menni az ő szent jelenlétében, annál több kijelentést fogunk kapni, annál több bölcsességet fogunk kapni. Tehát Isten azért mondja, hogy keressétek az én országomat és az én igazságom, és mindazok megadatnak néktek. És ha itt a hitpróbáidban vagy, és abban az ember szenved, kintba van, akkor a földiekre fókuszál. Isten jelenlétébe csak szellembe tudunk bemenni. Ha a földiekre fókuszálunk, a sátánnak hatalmas csaléja ez, hogy elvigye a tekintetünket a mennyei dolgokról, amelyek örökké valók, és hogy Istentől kapjunk útmutatást és tanítomat. Mit akar? Hogy a földiekre fókuszáljunk, és azokra a problémákra. Halálos figyelem elterelésnek hívom ezt, mert így akár meg is halhat az ember egy pillanat alatt, mert az ördög eltéveszti. Halálos figyelem elterelés, hogy hogy is elkezdett a fiam, a lányom, a férjem, a főnököm. Nem kaptam fizetésemelést, és engem csaltak meg, és megbántottak, és csak én lehetek ilyen, és csak engem támadtak meg, és egyéb. Soroghatnám. És más kapott minden, előmenetelt. És ezek a földi dolgok. És tudjátok, Isten meg tud minket elégíteni a mennyei eledellel, a mennyei dicsőséggel, amely ki tudja jelenteni, hogy hogyan tudunk egy új munkához, több pénzhez, több talentumhoz, több lehetőséghez jutni. És mindezt Isten jelenlétében tudjuk magunkhoz venni. Tehát ne csüggedjetek.
Isten országa nem evés, nem ivás. Isten országa nem az erőszak országa. Isten országa a kegyelem, a dicsőség. Tehát elmegyünk minden nap az atyánkhoz. Ha kész vagy, gyere. De ezek a halálos figyelem elterelések bűnbe visznek minket. És kétségbe. És azon gondolkodunk, hogy ó, de sok itt próbálom. Miért történt velem ennyi sok rossz? Hát azért, mert folyton a földiekre fókuszálsz. Isten jelenlétébe kell mennünk. De az bizony valami szentséget követel tőlünk, és változást. És a változás nem könnyű. Jól megmondom a magamét, nem bánok jól a feleségemmel, nem bánok jól a férjemmel, sem a gyerekemmel, mert velem nem jól bántak. És vissza kell adjam. Én nem tudsz bejutni Isten csodálatos jelenlétébe. Isten jelenlétében levetjük a hústestünket, halálba adjuk minden nap, mert minden nap ugye a hitünknek egy próbája van. És Isten jelenlétében tisztán megyünk. Felemelt fővel, hittel teljesen. Uram, miért van mennyi hitpróbám? Milyen figyelemelterelésbe vagy? Milyen hiányaid vannak? Mind gondolkodol? Mert akkor még itt állsz. Nem tudsz bemenni és bejutni Isten jelenlétébe. Addig, amíg ez foglalkoztat, én ezt hívom egy halálos figyelem elterelésnek, hogy X-re és Y-ra haragudjak, hogy hogy bánik velem. És a harag hol fog tartani? A testben, a hitpróbákban, a körülményeim látásában. És az ördög, mint ordító oroszlán, szerte jár, keresvén kit nyeljen el. És el fog nyelni téged is, és engem is a körülmények által. De ha nem tekintem a körülményeket, hanem a hitem fejedelmére és bevégzőjére tekintek, Jézusra, a hitvallásom fő papjára és apostolára, akkor mi fog történni? Megvallom, hogy több vagyok, mint győztes, mert a győzelem jár nekem. És le tudom vetni azt, hogy a földiekre tekintsek. És az atyámra tekintve, levetve a hústestet, a félelmeket, a kétségeket, az agonizálásokat, és az önsajnálatunkat, a legtöbbötöknek ez a gondja és problémája. Hogy sajnáljuk magunkat, ezért itt maradunk, nem tudunk belépni a Szent Szellem folyójába, bokáig érő vízbe, itt állunk egy helybe, és itt sajnáljuk magunkat. Ó, én szegény! És ez itt tart minket. És nem tudunk belépni oda, ahova kellene, nem tudunk átmenni, nem tudunk átúszni a folyón, ahol kitárulna Istennek a csodálatos országa, vagy nem tudunk átmenni a hídon, hogy belépjünk abba a csodába, amit Isten készített nekünk. Isten nem személyválogató, nincsenek kedvencei, mindannyiunknak adott ajándékot és talentumot. Csak el kéne érte menni, és Istentől átvenni. De ez sokat kíván tőlünk, a test. A test őrjön néha, mert a test nem akarja, hogy a szellem uralja le. A test a magáét akarja, a test haragudni akar, a test kicsapongani akar, a test paráználkodni akar, a test narkozni akar, a test nőzni akar, és sorolhatná. Tehát nekünk a hústestünket vissza kell fogni. Hogy a lovak szájába zablát tesznek. Elnézést, ez is a Szentírásban van. Vissza kell fogni a testet. Különben elmegy, mint a megvadult lovakkal. Minél többet teszünk, annál többet akar a test. Tehát egyre többet akar. És bármi, amiben megfogott téged, e világ Istene. Ezért mondja a Szentírás, hogy ne adjál itt az ördögnek. Küzd le, igenis ellenállok neki. Ez nem mindig könnyű, amikor állandóan enni akarunk, vagy bármi olyat tenni, ami nem használ nekünk. Mert minden szabad nekünk, de nem minden használ. Nem minden használ, ami a testet építi. Nem testépítők vagyunk mi. Mi szellemépítők vagyunk. Mi nem a bicepsünket trénerezzük, hanem tudod mit? A szellemünket.
A szellemi óriássá kell váljunk mindannyiunknak. Miért? Hogy be tudjunk lépni abba a kegyelembe, amit kaptunk Istentől, hogy előhozza számunkra azt, amire szükségünk van, hogy előjöjjenek a talentumjaink, hogy útmutatót kapjunk. És azt csak Isten jelenlétébe kapjuk. A világban az csak egy ideiglenes dolog, amit kaphatunk. És ha meglátják, hogy fejlődsz, hogy okosabb vagy, mint ők, azonnal dobni fognak. És a világ ma felemel, holnap meg kidobna. Azt mondják, nem feleltél meg. Vagy kisorsolnak. Te vagy a következő, akinek el kell menni a munkahelyről. Istennél ilyen nincs. Isten, ha elhívott, akkor ő számít rád. Ő a kezdetnél megjelentette a véget. És a kijelentésből kijelentésbe akar téged vezetni, és kenetből kenetbe, és dicsőségből dicsőségbe. De ehhez el kell menni hozzá. El kell menni, és meg kell hallanunk, hogy mit mond a szellem. És ehhez bizony a testet le kell vetni. Mert a test az a test. Nincs megváltva a testünk, csak a szellemünk. Ezért kell megújítani az elménket. Ezért vigyázzatok és imádkozzatok. Mert az ördög haraggal teljes, és el akar nyerni mindenkit. De mi kaptunk hatalmat, hogy kígyón és skorpión taposunk, és az ellenség minden erején, és az ellenség minden meg akar tenni azért, hogy te ne menj be Isten jelenlétébe, mert tudja, hogy az számodra győzelem lesz. Győzelem, mert látást fogsz kapni. Isten bátorítani fog a szeretetével, megmost téged. Átvisz téged az élet folyóján, megelevenít téged, meggyógyít, és mindannyiunkat. Ilyen Istenünk van, irgalmas és igaz Isten. Egy ilyen Isten, aki elküldte a fiát, aki most is könyörög, és közben jár érted, és érte. Egy csodálatos Istenünk van. És megtanít minket az ő jelenlétében, hogy a hústestünkön hogyan uralkodjunk, hogy levegyük, Isten látja a mi erőfeszítésünket, amikor mi akarunk tenni valamit. És ő meg tud minket mosni, meg tud tisztítani, és rá tud venni, hogy levessük azt a régi ruhát, ahogy Bartimeusz is levette. Mikor Jézushoz közeledett, akkor azt mondta, Dávidnak, fia, könyörülj rajtam, és levetette a felső ruháját. És tudod miért? Mert be akart lépni Isten jelenlétébe. És a csodát el akarta venni. Mi a csodáért megyünk Istenhez. És az a múltját jelképezte, az a felső ruha. El kellett engednie embereket, könnyű körülményeket, sajnálatot, önsajnálatot, hogy ilyen szegény és vak és nyomorult. De Istennel, miután levetette és megtisztult, a szent jelenlét megtisztította, illetve meggyógyította. Nem tisztította, meggyógyította. És vak voltam, és látok. Ezt teszi Isten. Lehet, hogy szellemi vak voltál, és nem volt szimatod, és nem tudtad, hogy hova menj. De Istennel kijelentésből kijelentésbe léphetünk. A kenetből a kenetbe. Ez azt jelenti, hogy mindig magasabb és magasabb szinten kapunk kinyilatkoztatást Istenről, hogy mi az ő terve, célja. Mert Isten szívében mi már megszülettünk, még mikor a föld sem volt. Csodálatos az Istennel való járás. Kérlek, keressétek az ő orcáját, az ő igazságát. És ezek mind megadatnak nektek, és mindannyiunknak. De ez erőfeszítésünkbe fog kerülni. Egyrészt a szellemi hatalmunkat kell gyakorolni, másrészt a körülmények felett, és nem engedni, hogy ebbe a figyelem elterelésbe legyen részünk, mert eltereli a problémák, a család, a munkahely, hogy elutasítottak minket, hogy nem fogadtak minket, és ez fájdalom nekünk, ugye? És, vagy bántanak minket. De pontosan ez a célja a sátánnak. Elterelje a figyelmedet. Tudod miért? Hogy ne menj Istenhez, az erőért, a kenetért, a védelemért. Hogy ne fogadd el azt az áldást, amit ő a számodra készít. Isten pedig mérték nélkül adja mindannyiunknak. Isten nem számítgassa
A sátán, aki tolvaj, aki nem egyébként jön, lopjon, őjön és pusztítson. Jézus azért jött, hogy életed legyen, hogy bővölködjél. De amikor mi a Földön vagyunk, itt a Földön járunk és testben élünk, nekünk itt a Földön járva szellembe kéne járni, és menni az Atyához, és minden nap elmenni az erőjére, a kenetére, a jelenlétére, és tudni azt, hogy mi az ő akarata, ami számunkra, a családunknak, a nemzetünknek. Milyen győztes életet élhetnénk, ha keresnénk őt, ha nem engednénk, hogy elterelje a figyelmünket. Van, aki 20-30 évig nem tud megbocsájtani. Halálos figyelem elterelés. Elfekélyesedik a láb, a kéz, a szív beteg lesz. Ahelyett, hogy Isten keresné, ahelyett, hogy megbocsájtani, nem a testbe élne. A testben élni annyit jelent, hogy helyt adunk a levegőbeli hatalmasságnak, akik folyton minket, folyton kirabolnak. Tehát kérlek benneteket, keressétek az Urat, még nem késő. Nekünk egy áldó Istenünk van. Áldott legyen az ő szent neve mindörökkön örökké. És egy olyan Urunk, aki az életét adta váltságot. Én szeretek ebbe a jelenlétbe tartózkodni, mert ott béke van, megnyugvás van, Jézus békét hozott nekünk. És azt mondja, ne féljen a ti szívetek, se ne fájjon. A legtöbb keresztény fél és fáj a szíve. Békességet adok néktek, az én békémet adom néktek. Nem úgy adom, hogy a világ adja. Jézus különleges és egyedi módon látogat meg és adja nekünk. Kegyelmet, menj el érte. Ez igenis kívást fog jelenteni néhányotok számára. Mert erőfeszítésbe fog kerülni, hogy a testet hagyd ott, hogy be tud lépni Isten jelenlétébe, szellembe és az ő dicsőségébe. Ez erőfeszítés lesz. De meg tudod tenni, mert Istennel minden lehetséges. Emberekkel nem, de Istennel igen. Tehát menj. Menj a kenetért, menjél az olajért, egység, szeretet, és bölcsesség, és áldás. Ezt kapjuk az Atyától. Ez az Atyánk. Ha meg ne téveszem titeket valaki mindenféle ámító beszéddel, Istennél az áldás van, a sátánnál az átok van, a betegség, a szegénység, a gyengeség, a kihívások. Istennél pedig ott vannak a két éles kart, és ott van az ő igéje, és ott van az ő dicsősége, amely minden bűnt ugye meg tud világítani. És a két éles karddal le tudod vágni a problémát fejét. Rajtad áll, hogy győztes életet akarsz-e élni, hogy akarod-e Isten bölcsességét, akarod-e Isten kijelentését, vagy éled a te életedet, és folyton másokat okoz a te elrontod életedért, és sajnálod önmagad. Isten jelenlétében nincs önsajnálat, Isten jelenlétében dicsőség van, Isten jelenlétében a szeretet van. Ott nincs test, és nincs érzelem, csak a szeretet. Mert a szeretet maga egy személy, és az Isten maga. Hát keresd Istent, és ő megtalálható, és megtalálod, ha keresed, de szentségben és tisztaságban. Megéri, megéri letenni a testet és az érzelmeket. Keresd őt, amíg megtalálható. Amen. 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 Egyszer mindennyel megvallja, hogy ő az ő. Most őt vár.